Néhány napja újra gépektől hangos a Murvás parkoló, folytatódik ugyanis az ásatás a területen, ezúttal teljes feltárás történik. Mint az ásatás vezetője mondja, eddig nem találták meg a városban az izraelita negyedet, pedig volt ilyen. Most azonban úgy tűnik, megvan. A Murvás parkoló alatti részen mázas kályhacsempe maradványok, pénzérmék és mintás tetőcserepek kerültek elő, ami gazdagságra utal. Ezen kívül egy az 1400-as évek végéről származó oklevél is tanúsítja, hogy egy gazdag zsidó kereskedő vásárolt itt házat magának. A hely ideális lehetett a kereskedők számára, hiszen három piac is a környéken volt a középkorban. Kályha rendszer meglétét tanúsítja a rozsdabarna föld is, valamint több törökkori emésztőgödör is előkerült a föld alól. Eddig azonban olyan leletet nem találtak, ami kellő épségben maradt volna meg ahhoz, hogy bemutathassák a nagy közönségnek. Most, december elejéig folytathatja a megyei múzeum az ásatást, eddigre a szerződés szerint ugyanis be kell fejezniük. Mivel még csak az elején tartanak, munkagépekkel végzik a föld elhordását, hiszen az úgynevezett szűz, leletgazdag talaj több méter mélyen van. Az ásatás befejeztéig előkerülhet egy anno a külvárosban épült úgynevezett domonkos kolostor is. A terület tulajdonosa egyébként azt mondja, 2013-ig biztos, hogy nem kezdik el az építkezést. Eddig az időpontig, ha az ásatás befejeződik, a város ingyen használhatja majd a területet.